Ő itt, Kálmán. Kis Kálmán. 34 éve pék, és nem csak sütni, de kóstolgatni is szereti a finom, ropogós bucikat. Szerinte soványnak lenni nem egészséges, de most orvosai nehéz helyzet elé állították Kálmánt. A vérnyomása, a koleszterin és a vércukor szintje is magas. Kálmán, bár abszolút nem érti, mi szükség van rá, de a helyi patikussal mostantól sűrűbben fog találkozni. Akkor ez a reggeli vérnyomás csökkentő, ez pedig az esti vérnyomás csökkentője. Ez pedig a koleszterin szint csökkentő esténként egy. Ez nekem most nem kell. Oké, de talán van még otthon belőle? Úgy emlékszem, múltkor is csak egy dobozzal vitt. Nem, de ez nekem nem kell. Nincs semmi bajom a koleszterinemmel. Csak éppen magas egy kicsit. Valóban? És megkérdezhetem, hogy mennyi pontosan az az éppen magas egy kicsit? Mikor volt utoljára a laborvizsgálaton? A múltkor. A doktor úr látta is az eredményeket. Aha, és a doktor úr mondta, hogy nem kell szedni ezt a koleszterin szint csökkentőt? Akkor azt mondja meg nekem, hogy miért írta fel tegnap? Na jó, ő ilyet nem mondott. Értem. Akkor ön miért gondolja úgy, hogy nem kell ezt beszednie? Hát mert nem szeretném bevenni, mert izombajom lesz tőle, vagy mi. Aha, és érez valami ilyesmi panaszt a gyógyszer szedése miatt? Nem, elég jó strandba vagyok. Csak olvastam az interneten, meg a betegtájékoztatót is átolvastam, meg a reklámokban is mindig azt mondják, hogy olvassuk el. Igen, ez így van. A betegtájékoztatót ismerni kell, de gyakran rémisztőbb a tartalma, amit kellene. Én azt javaslom önnek, hogy nyugodtan folytassa ennek a gyógyszernek a szedését, mert a mellékhatások kialakulásának a kockázata nagyon kicsi az ön esetében, hiszen eddig sem tapasztalt ilyen tüneteket, pedig már nagyon régóta szedi ezt a gyógyszerkészítményt. Nyugodtan szedje be, segít megőrizni az egészségét. Ha netán mégis problémái lesznek, vagy panaszokat észlel, akkor pedig inkább a doktor urat, vagy minket kérdezzen itt a patikában, mert az interneten sajnos nem minden igaz. A lányom is mindig ezt mondja. Hát ha szégyen, hanem én nagyon megijedtem, mikor ezeket elolvastam. De hát ha maga is ezt mondja, akkor beszedem. Adja ide, elviszem. Ó, nagyon örülök. Remek.